Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a Jövőbe című adásunkban. A nevem László Varga Zoltán, köszöntjük ezúttal szeretettel a mi kedves rádióhallgatóinkat is, akik a Reménység Hangja Rádió kolozsvári adáskörzetében hallgatnak bennünket a 88,3 MHz-es frekvencián. Isten hozta Önöket is. Bizonyára megfigyelték már, hogy egy új gondolatsorozatot kezdtünk el boncolgatni a Szentírásnak egy olyan ige szakaszáról, amelyet némelyek kerülnek, mások kutatnak, viszont egy dolog biztos, és ezt a mai adásban meg is világítjuk, hogy ennek az ige szakasznak különleges jelentősége van, és különlegesen időszerű a mai ember számára, mert ahogy a Jelenések könyvével foglalkozva az elmúlt adásunkban, a múlt héten ezt elmondtuk, rávilágít nem csak arra, ami történik és történni fog, hanem mindezen dolgoknak a hátterére is. Tesszük ezt az egész bibliakutatást egy kis segítséggel. Segítségünkre van Clifford Goldstein, a Végső Remény című könyve, amely mint egy útmutató kalauzol bennünket a bibliai szakaszok és jelentések között. Ezt a könyvet Önöknek is felajánljuk magyar és román nyelven. Kérjük, küldjék el nevüket, postai címüket, milyen nyelven szeretnék a könyvet megkapni, és hány darabot, ha esetleg barátaik részére is szeretnének szerezni. Mi pedig ingyen elküldjük ezt a könyvet. Most pedig folytatjuk a mi adásunkat, és köszöntöm a mi stúdió vendégünket, aki visszatér vendég, az elmúlt beszélgetésen is itt volt közöttünk. Pálfi Miklós lelkész, aki egyben az Észak-Erdélyi Egyházterület, az Adventista Egyház Észak-Erdélyi Egyházterületén belül, a Szombatiskola és személyes szolgálatok ügyosztályának az igazgatója, Isten hozott. Köszönöm szépen az újbóli lehetőséget, hogy együtt lehettünk Isten ígéje körül. Hát elmondtad már a múltkor, hogy a Jelenések könyve amúgy egy különleges vonzerővel bír számodra, és nem csak számodra, hanem számomra is. Elmondtad azt is, hogy évekig foglalkoztál vele, tanítottál erről a könyvről, viszont a legérdekesebb ebben az egész könyvben az, hogy az ember nem csak taníthatja, hanem tanulhat belőle sokat. Adósak maradtunk a nézőknek, mert elkezdtünk beszélgetni a Jelenések könyve 12. fejezetéről, arról, hogy itt kibontakozik Isten népe, és az Isten népét nyomorgató, üldöző sátán közötti feszültség, küzdelem, ugye ennek voltak különböző fázisai, kezdődött a küzdelem a mennyben Isten és sátán, és a két vezető angyalai között, utána voltak bizonyos ószövetségi szakaszok, eljutottunk az Úr Jézus Krisztus megszületéséig, utána Isten népe, Isten új szövetségi népe viszi tovább a rábízott küldetést, és egyből válik a sátán addigi támadásainak is most már az újabb szenvedő alanyává, és itten picit visszapörgetném a múltkori beszélgetésünk fonalát azért, hogy az akkorinak megmaradt szakaszát a mostanival tudjuk összeragasztani. Szó volt 1260 napról, amit még idők és fél időnével is megjelöl ugyanez az ige szakasz, ez a fejezet, és amiről azt állítottad, hogy ez 1260, tehát az 1260 bibliai vagy profétai értelemben vett nap, 1260 naptári évnek felel meg. Szükséges itten ezt az összefüggést tisztázni azért, hogy tovább mehessünk az eseményekben. Mi a bizonyíték arra, hogy egy profétai nap egy naptári évvel egyenlő, és hova tesszük ezt az időszakot a történelemben? Igen. Nos, a bibliai proféciák magyarázatához a Szentírás nyújtja az eszközöket, amelyeknek a segítségével a helyes értelmét tudjuk megragadni a proféciának, és úgy van ez, ami a profécia matematikai vagy nagyon precíz részleteit illeti. És itt most számokról van szó. Na most a 12. fejezetben olvastuk azt, hogy az Isten földi egyháza 1260 napig lesz a pusztában. Egy ilyen kivetett, számkivetett állapotban. Nos, honnan tudjuk, hogy az 1260 nap az 1260 év? Vagy, ahogy még egy másik szimbólumban megjelenik, 42 hónap
1260 évet jelent, vagy két idő, vagy három és fél idő ugyanazt az 1260 évet jelenti. Honnan tudjuk ezt? A Szentírásban több olyan ige van, amely kulcsként használható arra, hogy egy profétikus napot egy valóságos évnek értsünk. Az egyik ilyen ige az Ezékiel proféta könyvének 4. fejezetének 6. verse. Ugye ott az Isten mondja a prófétának, Ezékiel 4:6, és ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobb oldaladra másodszor, és viseld Júda házának vétkét 40 napig. Egy-egy napot, egy-egy esztendőt számítottam neked. Nos, érdekes, hogy most nem bocsátkozunk részletekbe, hogy mi történt ott. Lényeges az, hogy a Szentírás használja ezt a fajta számítást, vagy a Szentírás gondolkodik így, hogy egy nap az egy év. Tehát jól értem akkor, hogy itten a kijelentésben, amit Isten ad Ezékielnek, akkor egy 40 éves periódusról beszél, amit 40 nappal ábrázol? Igen. De ez nem az egyedüli hely a Szentírásban. Több ilyen hely van. Mózes 5. könyve is beszél róla, de most egy új testamentumi ígét hoznék ide. Jézus Krisztus azt mondja, hogy roncsátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. Na most, ugye ő 3 napig volt a sírba, de érdekes, hogy az ő tevékenysége is 3,5 esztendeig volt. Tehát ez a gondolkodásmód felelhető több helyen a Bibliában, hogy egy szimbolikus nap, egy valóságos év. Igen, csak itt egy picit meg kell állnunk még, mielőtt tovább mennénk, ugyanis van egy másik ige is, amit elég gyakran használnak az emberek, profécia értelmezés. Ha jól emlékszem, Péter 2. levelében van a 3. fejezetben, amikor azt mondja, hogy az Úrnál egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő, mint egy nap, ez is egy megfeleltetés. Ezt miért nem használjuk a proféciákban, vagy használnunk kellene? Azért, mert ez a kijelentés nem történelemben kimerülő eseményekről beszél. Ezékiel esetében történelemben kimerülő eseményről van szó, egy 40 évnyi periódusról van szó. Krisztus esetében 3,5 esztendőnyi munkásságról van szó. Itt pedig, ahol a Szentírás azt mondja, hogy Istennél 1000 esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap 1000 esztendő. Tehát 2 Péter 3:8. Igen. Ott a Szentírás nem egy konkrétan történelemben megtörténő eseményre utal, mert nem találunk ilyen eseményt, ami valamihol 1000 esztendőig tartott volna kereken. Nem találunk egy ilyet. Jézus Krisztus viszont egy másik helyen is utal az ő 3,5 esztendőnyi tevékenységére. Azt mondja, hogy nekem dolgoznom kell, nem tudom pontosan idézni a gondolatot, lehet, hogy segítesz. Tegnap és ma dolgozom, és 3. nap elvégeztetem. Vagy ott van Jónás a Cethagyonrában 3 napig? Igen, 3 napig, de ott konkrétan a sírban lévő idejére utal. Viszont amikor Jézus azt mondja, hogy nekem tegnap és ma dolgoznom munkát, kell, és 3. nap elvégeztetem, megint a 3,5 éves munkásságára utal. Tehát megint van egy példa rá, hogy amikor valóságos eseményekről van szó, a Biblia használja ezt a képletet, hogy 3 nap, 3 év. Ami egy egyébként nap, itt egy közben, ahogy nézem ezt az igeverset, ami ezt a 2 Péter 3:8-ot ebből a proféciai értelmezési kulcs szerepéből kizárja, már úgy értem, hogy nem használható erre, az is, hogy itten egy olyan egyenletet kapunk, amely két irányú, tehát egy nap lehet 1000 esztendő, 1000 esztendő is lehet egy nap, viszont azt lehetetlen eldönteni, hogy a két megfelelés közül éppen melyiket használjuk-e. Hát, hogyha Isten beszél 2300 napról, akkor azt miért nem veszük 2,5 napnak, vagy 2,3 napnak, vagy miért nem veszük a napot 1000 évnek. Tehát itten nem is ebben a kontextusban viszont, ahogy az előbb rámutattunk, Ezékielnél például Isten azzal a 40 nappal egy 40 éves periódust ábrázolt, és ő ezt szó szerint így meg is mondja a prófétának, és ezért építhetünk erre. És akkor, a legerősebb bizonyíték erre
a Dániel 9-ben szereplő messiási profícia. Mert ott is napokkal ábrázolnak éveket. És az egy beteljesedett messiási profécia. A 77, ugye, ami igen. 490 nap és 490 naptári évnek felel és meg. És ebben a tekintetben a keresztény túlnyomó, a kereszténységnek túlnyomó többsége elfogadja ezt. Tehát ez a legbiztosabb bizonyíték arra, hogy a bibliai proféciák, időproféciák megfejtéséhez ez a képlet egy nap, egy profétikus nap, egy valóságos évet jelent. Itt, ami a kereszténység kifejezést illeti, itt nem csak a mai kereszténységre kell gondolnunk amúgy, hanem találkoztam ezzel az értelmezéssel például a reformátorok bibliamagyarázati elvei között is, és ez már több száz év óta kitaposott ösvény, mindamellett, hogy vannak más megfejtései is ennek az időszaknak, de ezt már nem csak a hetednapi adventista egyház használta, hanem előtte már 3-400 évvel a reformátorok, gondolom túlzás nélkül mondhatjuk, hogy általánosan bevett számítási kulcs volt. De most térjünk vissza konkrétan a Jelenések könyve 12. fejezetéhez. Itten arról beszéltünk, hogy ugye van 1260 nap, most már tudjuk, hogy miért 1260 év a naptár szerint, amit viszont még nem tudunk, de nagyon fontos lenne tudni, hogy hol kezdődik, hol ér véget, mi az az elejét, mi az a végét. Igen. Na most, ahhoz, hogy ezt megfejtsük, és ha valaki nagyon igényes a kedves hallgatók vagy a kedves nézők közül, akkor ehhez mind a hét bibliai szakaszt, ahol ez az időmeghatározás, ami 1260 évet eredményez, mind a hét ilyen bibliai helyet kellene tanulmányozni. Én most csak annyit szeretnék kérni, hogy annyi bizalommal ajándékozzanak meg, előlegezzenek meg, hogy ha mind a hét bibliai helyet, ahol ez az 1260 év megjelenik, egybevetjük, akkor egy csodálatos kép, egy ilyen átfogó kép tárul elénk, ahol nem csak az Isten egyházának számkivetettségét határozza meg a Szentírás, hanem a fenevadnak a tevékenységét, vagy a fenevad tevékenységének diadalos periódusát is elénk tárja. Mondjuk, hogy fénykorát. Fénykorát is, igen, köszönöm. Fénykorát is elénk tárja a Szentírás. Zárójelben hadd jelöljünk meg itt egy annyit, hogy igen. Ebből az a hét igehelynek egy része van csak a Jelenések könyvében, mert a Dániel könyve is beszél, és a két apokaliptikus könyv közül ugye azt mondtuk, hogy két jellegzetesen apokaliptikus könyv van a Szentírásnak, mindamellett, hogy apokaliptikai jellegű szakaszok más profitáknál is vannak, kisebb-nagyobb mértékben. A két apokaliptikus könyv közötti sok összekötő kapocsnak ez az 1260 év az egyike, amelyik mind a kettőben megvan, mind a kettőben ugyanott helyezkedik el a történelemben, és ugyanazzal a kulcssal egyformán magyarázható, és ugyanazt az eredményt hozza. Igen. Hát akkor hol kezdődik ez a röviden? Na most röviden. A bizalmat megelőlegezzük. Igen. Krisztus után 538-ban a római birodalom, hát a nyugat-római összeomlott már, ugye 476-ban meghal az utolsó római császár, Romulus Augustulus. Kialakul egy ilyen hatalmi üreg a nyugat-római birodalomban, ugye tudjuk, hogy a császár már a IV. Században Konstantinápolyba hozza létre a római birodalom fővárosát, és habár még igen, azután is... a nyugat-római birodalom már elég komoly problémákkal küzdött, és hanyatlásnak indult. Igen. Igen, közben aztán a nyugat-római birodalomnak a fővárosa is költözött, nem volt mindig Rómába. Tehát Rómába mindenképpen 476 után, miután elbukik a nyugat-római birodalom, kialakul egy hatalmi üreg. Aztán majd később a nyugat-római birodalom maradványait bekebelezik a vándornépek, ugye? Viszont Rómában marad egy bizonyos hatalom, amely teret hódít
az újonnan kialakuló európai országokban, vagy országok felett. És ez az intézményesített kereszténység, amelyet pápaság néven ismerünk. Hát mondjuk akkor még püspökségnek számított, mert ugye az 5-6. Század elején kapott kiemelt státuszt, de ekkor már a habár papíron még püspökségnek számított, legalábbis hivatali szempontból gyakorlatilag azért már jóval nagyobb befolyása volt, mint többi püspökségnek. Igen, ez vallásos hatalomról van itt szó. Na most... De hogy kerültek ők az úgymond világi szférába, már olyan értelemben a civil szférába, az egyházi szférába? Hát először is ugye Rómát többször kifosztották. Pontosan a hatalmi üreg miatt. 538-ban Justinianus császár csapatai Belisarius tábornok vezetésével felszabadítják Rómát. És ahhoz, hogy ezt a hatalmi üreget betöltsék, az akkori Róma püspökét, most hirtelen nem emlékszem a nevére, az akkori Róma püspökét, az akkori pápát megteszik egy pápai kialakulóban lévő állam fejévé. Krisztus után 538-ról van szó. Attól kezdve számoljuk azt, hogy létezik pápai állam, vagy pápai politikai hatalom, mert addig is létezett, de nem politikai hatalomként, hanem csupán csak egyházhatalomként. Na most 538-tól számolják, és ezt nem mi adventisták számoljuk, hanem ezt már Luther Márton is tudta, és nagyon sokan a protestánsok között így számolták. 1798-ig tart ez az 1260 éves fenevad szerepében való uralkodása ennek az intézményesített egyháznak, amely létrehozza azt az államformát, egy nagyon furcsa államformát, hogy a pápai hivatal nem csak vallásos téren tölt be vezérpozíciót. Nem csak egyházi tekintély volt, hanem világi tekintély. Hanem világi tekintély is. És ez világi, civil értelemben persze. És a Bibliában a fenevad mindig egy államhatalmat jelentett. Hát de akkor a pápaság... itt álljunk meg egy pillanatra, hogy foglaljuk ezt össze, mert ez egy olyan mérföldkő, amire még gyakran vissza fogunk mutatni, és amire fel kell építeni a következőket, tehát 538-ban kapja meg ugye ez a római püspök a pápai primátusát, Justinianus császár rendelete alapján, amit ekkor ültettek gyakorlatba. Legalább ilyen világi tekintéllyel is bír, mint amilyen egyházi tekintéllyel, és ettől kezdve több olyan intézkedés is életbe lépett, ami egyrészt az egyháznak, s az egyházi tekintélynek a világi tekintéllyel szembeni fölényét erősítette. Elkezdődött ugye az egyház intézményesítése, nem elkezdődött már jóval régebben, de egy olyan szintet ért el, hogyha például egy egyháznak volt egy döntése, egy zsinati vagy egyház szervezeti döntése, azt polgári törvényekkel is tudták érvényesíteni, ami azt jelenti, hogy ha valaki például nem vetette alá magát, megbüntették, megbörtönözték, vagy akár rosszabb dolog is történhetett. És így kezdődött el akkor az az 1260 évig tartó periódus, amelyben elmondtuk inkább az elmúlt heti adásunkban, de még most is megemlítettük, amelyben az igéhez hűséges kisebbségnek menekülnie kellett, és ez tartott, hát matematikailag 538 plusz 1260, 1798, ez egy ilyen visszatekintő összefoglalás volt. Mi történt 1798-ban is? Miért van ennek jelentősége? 1798-ban az intézményesített keresztény egyház, vagy pápai egyház, egyházat megfosztották politikai hatalmától. Hogyan? A francia hódító hadjárat idején Napóleon ugye elfoglalta Rómát, és Rómában természetesen Vatikánt, és megfosztotta a pápát a trónjától, tehát a világi hatalmától. Ezért 1798-ban a katolikus egyház megszűnt államhatalomnak lenni. A pápát száműzték. Elveszítette az ő világi tekintélyét. Elveszítette világi tekintélyét, hatalmát, országát, nem létezett többé pápai állam, pápai hatalom, világi hatalom. Érdekes, már hogyha ezt megjegyeztük,
Érdekes az, hogy milyen alárendelt viszonyban voltak európai országai a pápai államhoz viszonyítva. Például, hogyha csupán csak a magyar történelemre gondolunk, az államalapító Szent István király, ugye a koronáját, a magyar szent koronát, azt Vatikánból kapta. Pedig a királynak a koronája az nem a király egyházi tekintélyét jelképezte, hanem a királynak a világi tekintélyét, Igen. de ezt az egyház jóváhagyásával gyakorolhatta. Igen, mert ugye a kereszténység egy bukott kereszténység. Bevezette azt az eszmét, hogy a királynak isteni joga van, és ezt az isteni jogot a király az egyházon keresztül kapja. Ezért a koronát, mikor király megkoronázásáról volt szó, mindig a püspökök koronázták a királyokat, kivéve Napóleont. Mert amikor a pápa Napóleonhoz közeledett kezében a császári koronával, akkor Napóleon kiragadta a kezéből, nagyon jól szemléltetve ezáltal azt, a saját magát koronázta meg, nagyon jól szemléltetve azt, hogy ő többi nem ismeri el az egyház, az állam feletti hatalmát. És ugye megfosztotta a katolikus egyházat világi tekintélyét, világi hatalmától. És ekkor jár el az 1260 év, ugye, amikor az asszony már, ugye, a protestantizmus Amerikában van menekülve, mert ő elmenekült. Hát, ugye, 1798-ra Amerikában a protestantizmus már komoly befolyását tett szert. Igen. És ott eléggé volt, mély gyökereket ereszte. Igen, ott volt ez a bizonyos metaforikus asszony, ugye Amerikában, amely elnyelte az üldöző tömegeket, amikor az 1260 év lejár. Na, itten egy fontos megjegyzést kell még tennünk, és pedig azt, hogy 538-tól 1798-ig tart ez a periódus, a 12. fejezet, tehát a vége fele, elvezet bennünket 1798-ig Krisztus után, és így már egyre közelebb kerülünk a jelenkorhoz történelemben. Igen. A Biblia események teljesedése egyre közelebb kerül hozzánk, és mivel hármas angyali üzenetről van szó, hát eljutottunk 1798-ig, és az üzenet még nem hangzott el. Nem. Úgyhogy egyre jobban közeledünk a saját korunkhoz. Ezt azért látom fontosnak itten megjegyezni, mert így próbáljuk egyre jobban megvilágítani, hogy miért is szól ez az üzenet különleges erővel a mai emberhez. De nézzük meg, mert itt érdekes dolog történik a 12. fejezet végén. Eljutunk 1798-ig, és utána hogyan folytatódik a küzdelem? Itt már gondolom a 13. fejezet kellene segítsen a továbbhaladásban, nem? Igen, a 17. versben, 12. fejezet 17. versében egy új szereplő jelenik meg a proféciában, amelyik eddig nem jelent meg. A 17. vers azt mondja, hogy megharagudik azért a sárkány az asszonyra, vagyis a protestáns egyházra, amelyik már az amerikai kontinensen képviselte ugye az Isten ügyét ebben a világban. És elméne, hogy hadakozzék egyebekkel. Most érdekes az, hogy a kereszténység történelmében eljutunk egy olyan pontra, hogy a kereszténység elfásul. De éppen ezt akartam kérdezni, az a sátán, aki eddig annyira elszántan, évezredeken keresztül folytatta ezt a harcot, mi történt vele, hogy hirtelen otthagyja a prédát, és más irányba fordul? Nem tudta elpusztítani a kereszténységet az üldözéssel. Láttuk ezt legalább két ízben. Viszont egy kompromisszum jön létre a protestantizmusba. Ez miben áll? Most ahhoz, hogy részletesen beszéljünk róla, a 13. fejezet második fenevadjának a megbeszélésekor kitérhetünk rá. Akkor hagyjuk egy picit későbbre. Igen. Lényeg az, hogy ahogy az őskereszténység elfásult és megsilányult, hasonlóképpen a protestantizmus is kompromisszumba került. Nos, visszatérve... Itt egy zárójelet, tehát ez amúgy nem csak a szervezeteknek, hanem az embereknek is egy kísértése, hogy elfogadnak bizonyos elveket, harcolnak értük, megvan az az első lelkesedés, és ahogy kezdenek ezekben az elvekben egyre jobban megszilárdulni, ez a megszilárdulás átlendítheti őket egy másik végletbe, amikor már bele
fásulnak, ahogy mondod, abba, amit elfogadtak, tovább lépni nem fognak, sőt, a változó világgal igyekezve lépést tartani, még hajlandók bizonyos megalkuvásokra, de erre mindjárt rátérünk. Igen. Ez az új szereplő, érdekes, hogy a sárkány többé nem foglalkozik az asszonnyal. Hanem azt mondja, hogy elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, akiknél vala Jézus Krisztus bizonyságtétele. Na most itt a Jelenések könyvének 12. fejezete megáll, és a hatodik összecsapás, vagy a hatodik felvonás a nagy küzdelemnek ezen a helyen nyitott. Ez azt jelenti, hogy a Szentírásnak még fontos mondani valója van. És a hadjáratnak nincs vége? Nincs vége, hanem ami ezután következik, egyszerűen kibontja a nagy küzdelemnek utolsó felvonását, és meghívja az olvasót, hogy részletekbe bocsátkozva szemléje azt, hogy hogyan történnek az események, akkor, amikor Sátán utoljára próbálja majd Isten népét. Ezúttal a metaforával élve, az asszony magvával, az asszony magvának maradékával, ugye, hogy szemléje ezt az összecsapást. És erről szól a Jelenések könyvének 13. és 14. fejezete. És itt ugye eljutottunk olyan elemekhez, amelyek nagyon pontosak. Azt mondja, hogy az asszonynak a magva megtartja Isten parancsolatait. És itt a másik ismertetőjel a Jézus bizonyságtétele. A Jézus bizonyságtétele. És az asszonynak a magva egy olyan földrészen kell, hogy létrejöjjön, ahol az asszony, ugye, ahol az asszonyra legutoljára találkoztunk, ez az amerikai kontinens. Igen, tehát, hogy egy picit visszautaljunk, mert a mai adásunkban ezt még nem említettük meg, de múltkor beszéltünk róla egy héttel ezelőtt, ugye, hogy a középkori, tehát a bizonyos 1260 nap, tehát a 6. és a 18. századi középkori üldözések alatt nagyon sok ilyen vallási reformátor csoport átmenekültek, akár csoportosan, akár családosan, vagy egyénenként Amerikába, és megpróbálta ugye az egyház ott is őket tovább üldözni, de a keze nem volt már éppen elég hosszú és elég erős ahhoz, hogy ottan bántani tudja őket, és így a protestantizmus Amerikában egy bizonyos ideig, mondjam úgy, békében fejlődhetett, és itten történik meg az, amit most elmondunk, hogy megjelenik ez a csoport, Isten parancsolatainak megőrzői, a Jézus Krisztus bizonyságtételének a, mondjam úgy, a hagyományosai, akik ezt bírják, vagy akik ezt rábízta Isten inkább, mert ezt nem ők szerezték maguknak, hanem kapták. És akkor ott vagyunk, tehát akkor az 1700-as évek vége, 1800-as évek eleje, Észak-Amerika, és innen indul a 13. fejezet. Igen. Mert a 13. fejezet elmond egy néhány fontos részletet arról, hogy milyen erők fognak majd Krisztus és Sátán oldalán kibontakozni a nagy küzdelem utolsó összecsapásában, amelyiknek az egyik főszereplője ez a maradék, az asszony magva. Ez a maradék, aki megtartja Isten parancsolatait. Na most a 13. fejezet, még a 12. fejezet, 18. verse egy nagyon fontos információt árul el. Ugye azt mondja is, áll a tengernek fővenyére. Na most ki a mondatnak az alanya, aki a cselekvést végzi? Én a magam egyszerű elméjével a 17. fejezet vershez kapcsolnék vissza, a sárkányról van szó. A sárkányról van szó. Azért, mert hát róla most haragos. Az előző mondat. Igen. Most haragos. Azt mondja, megharagulik. Egy másik helyen... De elnézést, hogy itt megállítalak. Eddig mit csinált? Nem haragudott eddig is? Hát próbált az asszony megölni, a gyerekét megenni, és még ezután jön a haragját, akkor az mi az előzőekhez képest? Mert tudja, hogy ez az utolsó felvonás. Tudja, hogy többi összecsapás nem lesz. Hát addig se volt mosolygós nagy tata. Természetesen, hogy nem volt, de mindig volt egy újabb
alternatíva, mindig volt egy másik lehetőség, hogyha nem tudta elpusztítani Isten egyházát, akkor kompromisszumos megoldás volt. Olyasmi ez, mint amikor például a labdarúgó mérkőzésen már látják a kronométeren, hogy már 3 percük van, és hátrányban vannak. És ez már a hosszabbítás. Gólt, igen, és fogy az idő. Igen, és tudja, hogy itt most már, ha itt is téved, ha itt is vereséget szenved, akkor végleg vereséget szenved. És most a Szentírás kinagyítja ezt a fázist. Na lássuk. A 13. fejezet elárulja, hogy ugye a 18. vers a 12. fejezetben azt mondja, és áll a tenger fővenyére, miért? Várakozik. És a tengerből hívja fel azt a földi eszközét, amelynek a segítségével majd megpróbál utolsó csapást mérni erre az asszony magvára. Most ahhoz, hogy megértsük és azonosítani tudjuk, hogy mi is lehet ez a fenevad, amely a tengerből jön ki, és amelyre ugye Sátán várakozik. Egyenesen vár, mint valaki hívja a kutyáját, hogy segítsen megoldani. Ő hozza létre. Uh-huh. Ő hozza létre. 13. fejezet első két versét szeretném elolvasni, mert nagyon fontosak. Azt mondja, és látták egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva vala, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fején a káromlásnak neve. És a fenevad, amelyet látik, hasonló vala párducoz, és az ő lábai, mint medvéjé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. Na most itt megállnék, egy rövid gondolatot szeretnék megosztani, hogy egy 7 fejű és 10 szarvú fenevad 4-szer jelenik meg az apokaliptikus írásokban, a Bibliában. Az egyik a Dániel könyvének 7. fejezete, ahol a 4. fenevad, 4. fenevadnak a fején 10 szarvat számlálunk. Ugye itt a Dániel könyve 7. fejezetéről beszélünk. Természetesen, hogy igen, mert az összes többi fenevadnak a jelen vonásait hordozza ez a 7 fejű. Tehát ez az összes fenevad többi lévén ugye a sorban a párduc, a medve és az oroszlán fordított sorrendben, ugye, mert előbb jön az oroszlán a Dániel könyvében. Igen. Ugye az egy birodalmat jelent, utána jön a medve által jelképezett birodalom, majd a párduc, és utána jön ez a semmihez nem hasonlítható fenevad. Hát itt jelképekről beszélünk, nem ilyen élő fenevadokat kell keresni, vagy ilyen vérengző hatalmakat, hanem nekik megfelelő szereplőket a történelemben, és akkor, ahogy mondottad, tehát azt vissza kellene térni legalább a Dániel könyve 7. fejezetéhez, ahol több részlet van, de így dióhéjban azért megkapjuk most is. Igen, és ugyancsak a Dániel könyve 7. fejezetéből tudjuk az angyal ige magyarázatából, hogy a fenevadak a proféciában politikai hatalmakat jelentenek. Uh-huh. Na most érdekes a Dániel könyvének 7. fejezetében, hogy a politikai hatalmak között, a fenevadak között van egy különleges fenevad, amelyiknek vallásos hatalma is van. Ugyanavval a fenevaddal találkozunk itt a Jelenések könyvének 13. fejezetében, avval a különbséggel, hogy itt a 13. fejezetben ötvöződnek a fenevadak jelen vonásai, tulajdonságai, egy ilyen mester, hogy is mondjam, ez egy mestermunka, az ördögnek a mestermunkája, ez a 13. Mesterműve, ami itt van a 13. fejezetben. Ami eddig volt, azok csak kísérletek voltak. Amit most létrehoz az ördög, ez egy olyasmi, amihez még mondjuk úgy, hogy ez fogható a nem fegyver. Volt. Csodafegyver, igen. Mert tartalmazza mindazt, amit, mindazt a tapasztalatot magába foglalja, mindazokat a mesterkedéseket, mindazokat a félrevezetéseket és gonoszságokat, amelyekkel részben foglalkozott Sátán az letűnt korok fenevadjain és hatalmain keresztül, de itt most ötvöződnek. Ezt úgy mondták a hadseregben, hogy általános mozgósítás. Általános mozgósítás. Na most ennek a fenevadnak 7 feje van. Én úgy gondolom, hogy most nincs időnk, vagy nem tudom beszélni. Hát szaladjunk előre egy kicsit, igen, hogy sikerüljön elérni a 13. fejezet, igen, végéig. A Szentírás persze azt mondja, ne annyira, hogy ne értsük meg, igen, a lényeget. Azt mondja a Szentírás, hogy ennek a fenevadnak az egyik feje megsérül. Beszéltünk már arról, hogy a pápaság egy halálos sebet kapott
ugye akkor, amikor megfosztották világi hatalmától 1798-ban, akkor veszti el a világi hatalmát. Na de azt mondja, hogy itt a harmadik versben, és láttam, hogy egy az ő fejé közül, mint egy halálos sebben megsebesítetett, de az ő halálos sebben meggyógyítatték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. Na, itt a halálos sebről azt megértettük, hogy azt Napóleon idején kapta, amikor Berthier tábornok bevonult ugye Rómába, az aktuális egyházfőt foggyulejtette, és el is vitte, aki aztán később fogságban halt meg. Ez volt ugye a halálos seb, ami azt jelenti, hogy a tekintélye, egyházi, de még inkább világi tekintélye nagyon komoly csorbát szenvedett. Viszont ami itt érdekes, és arra kérlek, adjál egy rövid választ, hogy hogyan gyógyult be ez a seb, történelemben ez hogyan valósult meg? Na most én úgy gondolom, hogy egy egészséges fejű fenevad, az fenevadként viselkedik. A jelen való világban nem találok még egy olyan hatalmat, amelyik ilyen világszéles tevékenységet folytatva fenevadként működik. Ezért én úgy gondolom, hogy nem beszélnék ennek a halálosebbnek a meggyógyulásáról, hanem csak arról, hogy ez a halálosebb elkezdett gyógyulni 1929-ben, amikor visszaállította, vagy visszaadta a katolikus egyháznak Vatikánt. A vatikáni államnak a függetlenségét elismert. És azóta 140 évvel a halálos seb után. Igen, és azóta újra van egy államegyház ezen a világon, a katolikus államegyház. Mármint egy olyan szervezet, amelyiknek egyházi és polgári tekintélye is van. Így van, és ettől fenevad. Uh-huh. Na most én úgy gondolom, hogy ez a halálos seb... Igen, tehát most nem szeretném a bárki is félreérteni, itten nem fenevadakat vizionálunk különböző templomajtókban, hanem itt ezek jelképek, és az erejük, a tulajdonságaik által az apokaliptikus, vagy a bibliai irodalom jelképezi azt, hogy milyen ismertető jeleik vannak, de ezzel nem szeretnénk semmilyen egyházvezetőnek a személyét, vagy egyház szervezetnek a különböző oldalait egyenlővé tenni, hanem egyszerűen egy jelkép, ami megfelel egy bizonyos hétköznapi valóságnak. Ez nagyon fontos, ez a zárójel, mert itt nem emberekről van szó. A fenevad az nem egy ember, hanem egy gondolkodási rendszer, vagy egy polgári rendszer. Egy intézmény. Egy intézmény, igen. Ez nagyon fontos, itt nem emberekről beszélünk. Úgy gondolom, hogy Istennek nagyon sok gyermeke van minden egyházba, és minden egyházból fognak őszinte emberek üdvözülni. Nem emberekről beszélünk itt, hanem intézményekről, politikai vagy vallásos rendszerekről, mert erről beszél a Szentírás is. Na most, ahhoz, hogy még pontosabb legyen az azonosítása ennek a fenevadnak, azt mondja itt az ötödik versben a Szentírás, hogy és adatik néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája. Ami a káromlást illeti, nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a káromlás az azt jelenti, hogy valaki helytelenül beszél, és trágár módon beszél Istenről. Indulatos szavak, amelyekkel Istent szidalmazzák például. Na, a káromlás, hát valójában a káromlás ez is. Ez is a káromlás. De nem csak ez. Nem csak ez, hanem amikor az evangéliumokban ugye Jézus Krisztus Isten fiának, Isten fiaként mutatkozik be, akkor rögtön a zsidók tudták, hogy káromlás szól, ha nem lett volna az Isten fia. Hát ha megnézzük az Úr Jézus perét, az akkori bibliai vagy egyházjogi rendszer alapján, ez volt az egyik fő vád ellen, hogy káromlás szólt. És hogyha nem lett volna Isten fia, akkor jogosan ítélték volna el. Igen. Sőt, kötelességük lett volna a zsidóknak elítélni. Hát, hogyha viszont benézünk a jogi terminológia mögé, akkor pontosan az Úr Jézus perének ez volt a tétje, hogy akkor Isten fia ő vagy nem. Igen. De ez egy zárójel volt. Igen. Ezek alapján a káromlás egy olyan bűn, egy olyan ferdítés, amikor az isteni tulajdonságokat valaki egy emberi intézményre ruházza. Na most
a történelemben, vagy a kereszténység történelmében egyetlen egy ilyen most már jelentős hatalommal és tekintélyen rendelkező intézmény van, ez a katolikus egyház. Semmilyen más szervezet esetében nem találunk ilyet. Már úgy értjük ezt, hogy nincsen olyan intézmény, amelyik betölteni ezeket a kritériumokat, ugye egyházi és polgári hatalom egyben, Biblia lokalizálja a történelmi korszakot, amelyikben ezt a hatalmat gyakorolja, hogyan kezdi, hogyan végzi el, és gyakorlatilag itt vagyunk a mi századunkban, sajnos a mai adásunk is nagyon gyorsan perek, körülbelül még 10 percünk van, hogy, hogy ennek a fejezetnek a hátralevő részeit megfejtsük, de próbáljuk meg összefoglalni, hogy végül is hogyan készül fel, hogyan készülnek elő ezek az események ennek a fejezetnek a hátralevő részében. Igen. Na most, ahogy beszéltünk róla, itt a Jelenések könyvének 13. fejezetében lévő fenevad, amelyiknek a feje, az egyik feje megsérült, de aztán a seb begyógyul, és amelyiknek globális tevékenysége van, vagy 6-7 alkalommal említi a 13. fejezet ezt a gondolatot, hogy ami itt történik, az egy globális esemény. Azt jelenti, hogy a pápai hatalomnak főszerep jut Sátán oldalán a nagy küzdelem utolsó összecsapásában. Ez az egyik következtetése, megdöbbentő következtetése. Hát megdöbbentő és nagyon elgondolkoztató, mert ha belép az ember például egy templomba, vagy irodalmat vesz kezébe, vagy prédikációkat hallgat, vagy karitatív intézményeket, alapítványokat figyel, vagy azokban részt vesz, nagyon sok keresztényi értékkel találkozik, és nagyon sok, mondjam úgy, pozitív nyoma van az egész keresztény szervezetnek, amelyről beszélünk a világon, úgyhogy igen, ezt nehéz a kettőt összeegyeztetni. Én nem hinném el, annyira nehéz, hogy én nem hinném el, ha nem a Bibliából olvasnám azt, amit, hogyha megengeded, most nagyon röviden olvasni. Kérlek. Pál apostol a II. Tesalonikai levélben beszél erről a dologról, azt mondja, erről a hatalomról, amelynek a csillája már elkezdődött az apostol idejében, azt mondja erről a hatalomról, hogy aki ellene veti és fölibe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Egyértelmű, hogyha Isten gyanánt mutogatja magát, akkor nem fog a Biblia általános erkölcsi normái ellen szólni. Mert akkor nem mutogathatná Istenként magát az Isten templomába. Viszont megmásít olyan bibliai igazságokat, amelyeknek a segítségével aztán a tömegeket az ellenőrzése alatt tarthatja, félrevezetheti, úgy, hogy névlegesen megőrzi a Biblia általános erkölcsi normáit. És mondhatok egy példát, például az inkvizíció. Az inkvizíció nem ítélte el például azokat, akik a gyerkölcsös életet prédikáltak. Mindenkinek legyen egy felesége, ne legyen félreértés. Ne legyen mértékletes, ne igen, lopjon, ne öljön, és igen, így tovább. De azt, hogyha valaki elutasítja a búcsút, azt igen. Azt elítélte. Nagyon érdekes. Általános keresztény normákat megtartja tovább. Sőt, promoválja. Promoválja, igen. De amikor bizonyos bibliai igazságokról van szó, mint például a hitáltali megigazulás, vagy Jézus Krisztus közbenjárása, hogy nincs más közbenjáró az ember is Isten között. Csak is az ember Jézus Krisztus, ahogy mondja a Szentírás, ami ezeket illeti, ott megmásította a keresztény hitet. Tudod, mi az, ami megrázva ebben az egészben? Az, hogy nagyon sok ember megszületik, és felnő, és természetesnek veszi ezeket a dolgokat, és azt a képet alakítja ki, és úgy ahhoz igazodik, amelyet kapott így lelki örökségként, és személy szerint én
nehezen tudnám azt mondani, hogy ilyen emberek, akik egy egyházban vannak, azok mind egy, mondjam így egy kicsit hétköznapiasabban, egy kalap alá esnek? Persze, hogy nem. Persze, hogy nem. Nagyon sok. Az én családomban vannak katolikusok. És hát ortodoxok, és nagymamád az volt. Az emberek Jézus Krisztus drága vérén megvásárolt lelkek. Uh-huh. Nem emberekről beszélünk itt, hanem egy gondolkodásmódról, egy egyházi és politikai rendszerről. Eszmékről ami van itt amúgy szó. A legtöbb hívő számára nem is elég nyilvánvaló, és lehet, nem hogy nem is, nyilvánvaló. Ha nyilvánvalóan meglátnak, lehet, hogy nem is támogatnák. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem, de ők nem tudják. Hát amúgy a Szentírás, itt csak nagyon zárójelre, nagyon messzire előre mutatok, de eljutunk majd néhány adás múlva oda is, hogy lesz egy olyan idő, amikor majd minden nyilvánvalóvá válik, és akkor az emberek majd nem szervezetek és vallási szervezetek között fognak válogatni, hanem az igazság és a másik oldal között. Igen. De ez majd később történik. És a végkifejleménye ennek a fenevadnak az, amit itt a 8. versben olvasunk, hogy annak okáért imádják őt a Földnek minden lakosai. Ez még nem történt meg. Mármint, hogy ez a de cél. Egy esemény. Igen. Ez a cél, de igen. Nem fog ez sem megtörténni. Hát egy bizonyos mértékben megtörténik majd, hogy a pápaság olyan népszerűségre tesz szert, amelynek mi már ma a szemtanúi vagyunk. Olyan országok, amelyek mondjuk 100 évvel ezelőtt ellenségesen viszonyultak, például az Egyesült Államok ellenségesen viszonyultak a Vatikánhoz, ma nagyon komoly és szoros kapcsolatokat tartanak fent, a pápát meghívják, és a pápa beszédet tart a Fehérházban, a kongresszus előtt, az amerikai elnökök látogatást tesznek Vatikánban. De ami még ennél is újabb, és még ennél is tovább viszi ezt az egész folyamatot, az, ahogyan a vatikáni egy diplomácia milyen komoly sikereket ért el például a muzulmán világban. Határozottan. Tehát úgy tekintenek a pápaságra ma, nem csak a keresztény világban. Viszonyítási ponthoz. Viszonyítási ponthoz. Olvasok egy könyvet, amit egy nem keresztény egyháztörténész írt, Christian Lacroix, hogyha jól emlékszem a nevére, ha nem vétem el a nevét. Ő azt mondja, hogy ha ma a pápa mond valamit, akkor mindenki odafigyel. És ezt nem egy keresztény történész írja, hanem egy ateista történész, aki egyszerűen csak felülvizsgálja, hogy hogyan is tart ma a világ. Hát igen, és a közhangulat pedig az, hogy még ha valaki nem is feltétlenül római katolikus, de a keresztény táboron belül a pápai vélemény az hangadónak számít. Határozottan, igen. Jó, eljutottunk 1800-as évek elejére, kialakult egy hangadónak tekinthető egyházi hatalom, még akkor is, hogyha egy rövid, körülbelül történelmi távlatokban rövid 140 évre tekintélyét elveszíti, de amúgy vallási kérdésekben hangadó, és ez azt is jelenti, hogy az emberek hajlamosabbak egy egyházi nyilatkozatot, vagy egy egyházi állásfoglalást elfogadni hitmércének inkább, mint a Bibliát, mert könnyebb meghallgatni, amit mond valaki, mint magunk utána olvasni. Kialakul az Egyesült Államok, mint protestáns irányultságú lelkismert terület, igen, demokrácia és így tovább. Lassan összeállnak a modern világnak a szereplői. Igen, határozottan igen. És akkor szeretném most megkérdezni röviden, ez már a záró rész, hogy akkor milyen összefüggést látunk, és ez már csak itt egy láncszemet még befűzünk, amihez kötődik majd a többi adásnak a mondani valója. Mi köze van a 12-13. fejezetekben eddig megbeszélteknek a 14-hez? Beszélhetünk egy történelmi folytonosságról? Ezek vezetik fel az üzenetnek a korát, vagy csak igen. Felületes szemléletre tűnik így? A 12. és 13. fejezet bevezeti, vagy leleplezi a világban működő politikai és vallásos hatalmakat, amelyek látszólag Isten mellett foglalnak állást, de a valóságban Sátán eszközei abból a célból, hogy Istennek maradék egyházát
elnyomják, elpusztítsák, vagy valamilyen kompromisszumra vezessék. Tehát, hogy mindenképpen... Igen, de erre csak akkor lehet rájönni, hogyha az ember benéz a színfalak mögé, és ezt a Szentírás segít ebben, mert így a felszínre nézve ezt szinte lehetetlen megállapítani. Természetesen, hogy így van. Így például a felszínes nézés. Már maga a bibliai metaforák is, amelyeket itt használ a Szentírás a 13. fejezetben, hogyha például én egy világi hatalomra úgy tekintenék, mint egy fenevadra, akkor ki imádna ezt a fenevadat? Egy ilyen vérengző, rettenetes fenevadat. Hát azért, hogy menekül az ember. Igen. Ezért ezek a fenevadak fenevad arcot mutatnak, de csak akkor, hogyha az ember a profícia szemével nézi őket. Ha az ember a tudatlanság és a naivság, vagy tudatlanság szemével nézi őket, akkor csodálatra méltó hatalmak. És csodálatra méltó eredményeket tudnak felmutatni, és a célkitűzéseik, mondjuk úgy az egyházi vagy politikai, bármelyik területen nézzük, programjuk, az emberekben azt az érzést kelti, hogy jót akarnak. Világbéke, a világunk megmentése, a szegényeknek a táplálása, ugye, és az éhezőknek a felkarolása. Amúgy ez globális problémák. Abszolút globális problémák, és nagyon pozitív módon vannak ezek kezelve. Pontosan ezért profécia, profécia, mert a világ csodálja ezt. Mert nem tudja, hogy az fenevad. Hát mit mondjak, most itt újból meg kell állnunk, de a lényeg az, hogy egy komoly eredményt értünk el a beszélgetéssel abból a szempontból, hogy a Jelenések könyve 12. és 13. fejezetén röviden, pozitív értelemben vett felszínességgel áthaladva, ugye, mert időnk is korlátozott, megérkeztünk a 14. fejezet korába, az 1800-as évek elejére, és ekkor szólal meg a hármas angyali üzenet. Hát megköszönöm ezt a történelmi utazást, és én kívánom, hogy a Jóisten segítsen tovább is kutatni ezeket a mélységeket, és ezekért a Szentírás magyarázatokért majd a következő adásaink során is hálásak leszünk, mert egy komoly alapot fektettünk le annak, amit már elmondtunk eddig is, csak most már sikerült alá is támasztani, hogy a hármas angyali üzenet ma itt hozzánk szól, és különlegesen időszerű. Köszönöm a részvételt. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, egy tartalmas töményadáson vagyunk túl. Lehet, hogy új dolgokkal találkoztunk, lehet, hogy némelyik közülük nehezen emészthető, vagy nehezen érthető. Megkérem önöket, ne kapkodják el a dolgot, a véleményalkotást, hanem kérjék a Jóisten segítségét, olvassanak, tanulmányozzanak, és ha gondolják, kérdezzenek. Mindezekben segítségükre vagyunk, egyrészt azzal, hogy felajánljuk a Végső Remény című könyvet Clifford Goldstein tollából, amely gyakorlatilag csak egy kis térkép, egy kis útmutató ennek a bibliai kérdéskörnek a felkutatásában. Ugyanakkor az érdeklődők, akik szeretnék, Bibliát is felajánlhatunk, magyar és román nyelven. Várjuk Önöket mához egy hétre, folytatjuk gondolatsorozatunkat, addig is ne felejtjék, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.